Szinte teljesen elszáradt a kukorica nyírtelek közelében. A szárazság miatt egész táblákat kellett termés nélkül lesilózni és beszántani. Óriási károkat okozott az aszály, az agrárkamara számítása szerint országosan elérheti az 1000 milliárd forintot is. Áder János volt köztársasági elnök Máté Szalkán azt mondta, hosszú távú programokat kell indítani a károk enyhítésére. Ma már egyre többen mondják, hogy ilyen évekre föl kell készülnünk. Márpedig, hogyha ez igaz, akkor a következő évek során, ez nem egy éves, nem két éves feladat lesz, sok-sok év munkájára lesz szükség, hogy megépítsük azokat a tározókat, amik hiányoznak, szükségtározókat, amik még esetleg nem készültek el, létrehozzuk, vagy kijavítsuk azokat a létesítményeket, amelyek segítenek egyébként egy korszerű vízgazdálkodásban, megépítsük azokat a csatornákat, vízelvezető rendszereket, amelyek részben a belvíz, részben a, ha van árvíz, akkor az árvízi vizet itt tartják az országhatáron belül, és néhány hónap később, amikor már aszályos hónapok jönnek, aszályos hetek jönnek, akkor ennek a víznek a felhasználását lehetővé teszik. Egy csepp, ez a jó. No, ez a kérdésben szereplő felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető, tiszta, édes víz. Erről az egy cseppről beszélünk, tehát azért érdekes, hogy ez az egy csepp ebben a hatiteres fazékban helyezkedik el, és ez az egy csepp az, ami azt biztosítja nekünk, hogy legyen ivóvízünk, legyen fürdésre, mosásra, stb. Mezőgazdasági célú felhasználásra, ipari felhasználásra, ebből az egy cseppből meg kell gazdálkodnunk szerte a világon. A volt köztársasági elnök a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumának elnökeként tartott előadást Máté Szalkán az Esze Tamás gimnázium diákjainak. A volt államfő arról is beszélt, hogy ma már nem megelőzni kell a klímaváltozást, arról már lekésett az emberiség, hanem meg kell tanulni alkalmazkodni az új helyzethez. Alkalmazkodnunk kell egyénként, alkalmazkodnunk kell közösségként, alkalmazkodnak kell az egész országnak, mint ahogy most is alkalmazkodnunk kell a megemelkedett energiaárakhoz. Nem tudjuk elkerülni. És hogyha nem akarunk nagyobb bajt, és hogyha olyannak akarjuk Magyarországot, mint amilyen a képeken volt, akkor itt, a Kárpát-medencében nem tudjuk megakadályozni, hogy az amerikaiak kevesebbet fogyasszanak, legfeljebb beszélhetünk a lelkükre. De azért a saját házunk táján söprögethetünk. A globális folyamatokat ez nem fogja befolyásolni 0,14%, ugye a hozzájárulásunk, látták a táblázaton, a globális kibocsátáshoz. Mi lemehetünk 0,10-re, 0,1-re, mindenre lemehetünk. Ez a globális kibocsátás nem befolyásolja, de a saját környezetünk szempontjából. Ha nem is ebben gondolkodunk, de nem dobunk el PET palackot, nem visszük ki az árok szélére, nem a folyópartra, a kommunális hulladékot nem a saját környezetünkbe helyezzük el, odafigyelünk a vegyszerhasználatra, odafigyelünk egyébként a túlzott fogyasztásra, akkor már azért mégiscsak tudunk tenni valamit a saját boldogságunk és a saját környezeti lábnyomunk csökkentése érdekében. Az előadáson nem csak az asszályról, hanem az árvizekről és a vízszennyezésről is szó esett. A vizet fenyegető három veszély mindegyikét kezelni kell, nem csak Magyarországon, de világszerte is.